Sziasztok, Vera vagyok. Ezt a vlogot azért indítom, hogy életszerű, tényszerű adatokkal, történeteket mondjak el nektek. Ezzel esetleg tanácsokat tudok adni, hogy hogyan induljon neki a külföldi munkavállalásnak, hogyha egy Angliába jönne. Például, hogy hogyan kell együtt élni más-más típusú emberekkel. 3 évvel ezelőtt, amikor kikerültünk ide Angliába, mi autóval jöttünk, egy szlovák munkaközvetítő cég segített kijönni, elirányított egy lakás ügynökségre, ahol megkaptuk a... tehát kitöltöttük a papírokat, megkaptuk a kulcsot, és beköltöztünk a sharehouse egyik szobájába. Akkor ismertük meg a lakótársainkat. A munkát az kb. 3-4 nappal később kezdtük el. Kicsit tolódott a felvétel napja. Első nap csak papírokat töltögettünk ki, angolul beszélgettünk, hogy miért vagyunk itt, mit akarunk, stb. Ez hétfőn volt, és szerdán már kezdtünk is. 12 órás munkák voltak, minimál bérem. Viszont kezdetben teljesen jó, amíg megismertük a környéket, megismertük az itteni életet, a lehetőségeket. Másfél hónap után elégünk lett a közös lakásból, ezért találtunk, hála jövőnek találtunk egy olyan tulajt, aki kiadta közvetlenül, ő adta ki nekünk a házat, nem kellett külön lakásügynökségnek fizetni semmilyen pénzt. A raktári munkában én ugye 3 éve abban dolgozok, tehát erről lesz egy külön videó, hogy ott milyen raktárak vannak, milyen féle munkák vannak, mennyit lehet keresni, mit kell ott csinálni, hogy működik az egész. Ez azért számomra azért fontos, hogy ezt megosztam, mert amikor én akartam ide kijönni Angliába, nem találtam ilyen videót. Annyit találtam, hogy igen, van itt munka, meg hűde jó, vagy hűde rossz, de azt konkrétan nem tudtam, hogy mennyit lehet keresni, mit kell csinálni, mire számít csak. És ezért nagyon meg voltam ijedve. A barátom azt most már 2,5 éve nem dolgozik raktárban, és robószervizbe dolgozott, aztán most egy autómentő cégnél dolgozik. Többféle videót akarok csinálni, egy mondjuk a raktári munkákról, a raktári életről, egy ami a lakással kapcsolatos ügyeket öleli fel, egy videót arról, hogy mit lehet csinálni Angliában, milyen programok vannak, milyen látnivalók vannak, aztán a pénz, hogy mennyit lehet keresni, mennyit lehet félretenni, mire elég ez a pénz. De amúgy mondok egy példát, ha minimálbéren dolgozol, hogy durván a 2 heti fizetésből el tudsz menni egy Kanári-szigeteki nyaralásra. Nem azért, mert annyit keresel itt Angliában, hanem a nyaralások annyira össze vannak hangolva az itteni fizetéssel. Ha otthon azt mondom, hogy jó, akkor 200-300 000 forint egy nyaralás, egy átlagos gyermunkás, azért ez egy főre, azért nem fogja kifizetni. Nem el kell ketten 600 000-ért külföldre nyaralgatni, inkább elmegy a Balatóra, a Velencétóra, akárhova. Itt belefér. Ha az ember tud spórolni, hogyha figyeli az árakat. Igen, itt is kell spórolni, de van értelme. Otthon azért spórolsz, de mit spórolsz, hogy benned kell egy cipőt, azért spórolnod kell? Itt arra spórolsz, hogy elmész nyaralni, vagy esetleg hozzalátogatsz. Amúgy, ha időbe foglalod a repülőjegyeket, akkor minden elérhető árakon vannak, tehát a napi bérből megvan egy repjegy, hogyha időbe foglalsz. Nézni kell, milyen repterekről mész, és találhatsz napi munkabéreddel megfelelő áron repjegyet haza. Akkor lesz egy külön videó arról, igen, az itteni kajárakról, hova érdemes menni, hol érdemes bevásárolni. Teljesen egyszerű, online ügyintézés itt bármire, hivatalos ügyekre, ételrendelésre, bármit el tudsz intézni online, tök egyszerű az egész. A bankkártya használat, mert itt egy megszokott dolog, hogy kártyával fizetsz mindenhol. Hát készpénzes vásárlás szerintem a piacokon, hogyha általában történik. Amúgy mindenhol
kártyával. Amikor időjárásról, az angol emberekről is majd később ebben szó esik, hogyan vágj neki Angliának, mire készülj föl, mit hoz magaddal, mit intézel otthon, hivatalos ügyeket, itt mik az első hivatalos ügyek, amit el kell intézni. Na, erről is fogok beszélni. Mi teljesen felpakolva mindent hoztunk magunkkal, nem tudtuk, mennyit lehet keresni, mi mennyibe kerül. Azt hittük, hogyha Angliában annyival többet lehet keresni, annyival többe kerül minden. Hát előjáróban annyi, hogy az ételek, kaják a boltokban annyi, közel annyi, vagy olcsó, mint otthon. Ruhákat lehet venni teljesen jó áron, nagyon olcsón, olcsóban szerintem, mint otthon. Márkás cuccokat is lehet venni olcsóban, mint otthon. Vannak cseréteboltok, ami olyan otthon, mint egy turkáló, viszont normális ruhákat lehet itt venni, azt még olcsóban, mint egy üzletben. De az üzletben is teljesen olcsón lehet venni. Abban is tanácsot adok, hogy hogyan gyere ki külföldre, hogy intézd magadnak munkát, hogy állj neki, és miket ne csinálj. Szerintem ez a videó szóljon arról, hogy amikor otthon csak keresd ezt, hogy munkákat, hogy jönnél ki külföldre, nem találsz egyszerűen munkát, nem találsz kontaktot, nem tudsz merre nézelődni, hol kezd el, akkor csak egy tanács, hogy látsz egy hirdetést, és aláírod, hogy érdekel. Hát az a legjobb, mert az csak téged érdekel, más senkit nem érdekel, vagy téged érdekel. Nem fognak fölhívni a munkáltatók téged külön, mert te aláírod, hogy érdekel. Ha benne van a posztban, hogy az adott telefonszámon lehet jelentkezni, vagy azon az e-mail címen tudsz velük kontaktolni, és ha te ezt nem értelmezed, ezt a szöveget, hanem aláírod, hogy érdekel, akkor a probléma megoldó képességed nulla, akkor ne gyere ki külföldre, mert itt nem fogsz érvényesülni. Ha otthon egy magyar szöveget nem tudsz normálisan értelmezni és arra reagálni, akkor itt külföldön mit fogsz tudni magaddal kezdeni egy teljesen más kultúrában, idegen nyelvvel, mit fogsz csinálni? Tehát, ha érdekel egy munka, akkor tényleg érdekeljen, akkor hívd fel azt a telefonszámot, beszélj velük, vagy ott egy e-mail cím, már legyen meg a kész önéletrajzod, küldd el nekik, és írd oda a telefonszámot is mindenképpen, hogy fel tudjanak hívni. A telefon sokkal gyorsabb, esetleg már fel tudja mérni, hogy mennyire tudsz angolul. Ha a magánszemély hirdet, akkor annak azért néz utána. Próbálj valahogy utána érdeklődni annak a magánszemélynek, vagy a fészes oldalán, hogy mit rakott ki eddig magáról, vagy egyetlen. Próbálj vele beszélni, és próbálj részleteket kérdezni, ne csak azt, hogy van egy munka, majd ő mindent elintéz. Az már tanús. Önéletrajzok mindig önéletrajzok, ha hozod ugye laptopodat, vagy pendrive-on, vagy nem tudom, mindig legyen állad, vagy kinyomtott egy önéletrajz, hogyha kikerülsz ide, nem jön össze a munka, akkor be tud regisztrálni egy másik munkaközvetítő céghez. Itt Angliában nem olyan bonyolult, a legtöbb munkaközvetítő cég ugye tudja, hogy nagyon sok a külföldi munkavállaló. Valahol csak lengyelek dolgoznak, tehát bemész, és már szinte lengyelül szólnak hozzád, mert nem hiszik el, hogy esetleg angol vagy magyar vagy, mert annyi lengyel dolgozik az adott területen, hogy ott az már lengyel munkaközvetítő cég szinte. Nagyon sok helyen a raktárakban is ki van már írva, például, hogy hol lehet dohányozni, ki van írva a románul, lengyelül, szlovákul, angolul, ugye. Magyarul az nem jellemző. Magyarországon is vannak nagyon jó külföldi munka közvetítő cégek, nem kell mindig azt feltételezni, hogy ők lehúznak. Igen, kapnak esetleg utána fejpénzt, de ők mindent elintéznek, biztosítanak neked egy szállást, egy raktári munkát, és ezt kezdetben bőven elég. Ha elég talpra esett vagy, utána már tudsz magadnak nézni itt Angliában, az adott városban esetleg egy külön szobát, ahova te átköltöznél, vagy a munkatársaiddal összefogsz, és akkor ti béreltek előbb-utóbb egy saját lakást, meg a raktári munka is kezdetből oda beraknak, és az tök jó. Viszont van, hogy nagyon-nagyon az átmenő forgalom. Jönnek-mennek az emberek. Van, hogy most is a raktárban, amikor dolgoztam, egyik nap jöttek magyarok. Egy magyar pár. Beszélgettem velük, egy napot dolgoztak ott, másnap már nem jöttek. Nem tudom, miért nem. Annyit kell tudni a raktári munkáról, hogy
itt is ugyanúgy dolgozni kell. Itt nincs az, hogy bejössz Angliába, és akkor ha már be vagy regisztrálva egy raktárba, akkor már tök jó keresel. Nem, ahhoz dolgozni is kell. Órabér van, és igenis, annyi volt több a túljelentkezés, és annyira nagy körforgás, hogyha te nem jól teljesítesz, kirúgnak. Aznap. Azt mondják, köszi, hello. Nincs az, hogy majd egy hónap múlva menj el, egy hét múlva. Ha te felmondasz, akkor elvárják tőled az egy hét felmondási időt, ha ők kirúgnak, akkor azonnal kirúgtak. Viszont ha munkaközvetítő céggel jössz ki, és esetleg kirúgnak, akkor fel tudod hívni a munkaközvetítő céget, hogy ez történt, esetleg tudnak valami mást adni. Az ő érdekük is, mert ha tényleg igen, sokan támadják őket, hogy kapnak utána a fejpénzt. Igen, viszont ők tudnak neked rögtön munkát adni. Főleg a kezdetekben, amikor nem tudod, hogy hol keres, mit keres. A következő videóban arról is fogok mutatni oldalakat, hogy hol tudtok regisztrálni, ha már külföldön vagytok, vagy esetleg már akár otthonról, bár annak szerintem semmi értelme van, ha se tudják, milyen városba jöttök, de hogyha itt vagytok, hogy működik ez az egész munkaközvetítés itt. Amit tök egyszerű, beregisztrálsz, és ők felajánlanak bizonyos munkákat. Te megmondod, hogy milyen műszakba akarsz dolgozni, mennyit akarsz, milyen munkakörbe akarsz, és ha van nekik, akkor felhívnak, hogy elfogadod, vagy nem. Szerintem, amíg nincs más lehetőség, addig mindent el kell fogadni, közben is lehet nézelődni, váltani. Az nem dolgozik itt, aki nem akar. A rossz hír, hogy most én úgy tapasztalom, hogy a raktárba egyre jobban elvárják. Tehát egy minimális angolod legyen. Speciál olyan városba élek én, meg ahogy hallom a többi városba is, a legtöbb angolt nem érteni. Hiába tanultál, hiába van középfokú angolod. Középfokú angollal sem értik az itteni angolokat. Amikor először hallottam ezeket az angolokat, én azt hittem románok beszélgetnek, vagy szlovákok, vagy lengyelek, nem értettem, hogy kik. Azt hittem, hogy van egy kelet-európai népség beszélget mellettem, nem azok angolok voltak. Csak annyira akcentusok van, annyira furcsa, nem az, amit otthon tanulsz, nem az a tiszta beszéd van itt. Nem. Szóval mindent ki fogok vesézni, pontról pontra, az árakról, a lakásárakról, a kajárakról, a munkáról, mennyit lehet keresni pontosan, összegszerűen, hogyan jelentkez egy munkára. Írj egy önéletrajzot, mennyire munkaközvetítő céghez. Ők nekik nagyon sok éves tapasztalatuk van, nem mindegyiket ajánlom, de vannak régiek, amik megbízhatóak. Merni kell kijönni. Annyi pénzed legyen, hogy hazafele egy repülőjegyet tudjál venni. És vannak jó magyarok is itt Angliában. Itt a külföldi is segít a másiknak. Itt nincs az, hogy szeretem vagy nem szeretem a románt, a lengyelt, a szlovákot, itt emberre válogatja. Nyitottan kell kijönni, az az egy fontos. A munka mellett az a legjobb, hogy tudsz tanulni. Nyelvtanfolyamok vannak ingyenesek, vagy minimális pénzért el tudsz venni nyelvet tanulni itt Angliában, angoltanároktól. Szerintem tök jó. Én eddig mindig ilyen ingyenes tanfolyamokon voltam. Persze a tanár ott is szépen beszél, azt megértem. A mindennapi beszélgetésben mai napig nem értem őket, de azt lényegtelen. Nem beszélgetek velük. Ha románnal beszélgetek angolul, azt megértem. Meg a szlovákkal, meg a lengyelel. A tanultam volt, megértem, az angolokat nem értem. Lehet, ha egy raktárba kerülsz, és jó az angolod, van ambíciód, akkor fentebb is tudsz kerülni, mert itt nagyon-nagyon adnak a biztonságra. Mindent be kell tartani, a legpitiánerebb dolgokra is 8-féle szabályzat van. Ezért kb. 5 ember ül egy menedzser. Ami azért jó, hogyha a főnök akarsz lenni, akkor előbb-utóbb úgyis lesz üres poszt, és akkor fentebb tudsz kerülni. Rengeteg irodista munka van, tehát ha bekezdsz egy raktárba, onnan át tudsz kerülni irodára. Nem csak angolok dolgoznak a raktári irodákon, hanem lengyelek, szlovákok, románok. Ide jössz, próbálj kapcsolatokat építeni, legyen, amit mondtam már, nyitott, ha elzárkozol, és csak te csak a magyarokkal beszélgetsz, vagy senkivel, és nem beszélgetsz senki mással, nem érdeklődsz semmiren, akkor szerződésre fogsz valószínűleg kapni. Azok kapnak szerződést, ahogy én láttam, akik beszélgetnek, helyezkednek, de nyitottak. És persze a munkájukba is jók. Szóval csak bátran, neki kell vágni, és meg kell próbálni. Ha nem jön össze, akkor jó. Legalább megpróbáltad. És nem kell arra hallgatni, hogy azt mondja valaki, hogy
Mi van, ez se jött össze? Nem. Te legalább megpróbáltad. Aki ezt mondja, hogy ez se jött össze, az meg se próbálta valószínű. Szóval, csak ajánlom, keresetek a YouTube-on, iratkozzatok fel, kaptok értesítést, és akkor a következő videó pedig szóljon a raktári munkáról, a fizetésről, a raktári rendszerekről. Sziasztok!